Vegyél egy ijesztő alakot, például a bohócot. Állítsd, hogy valami titkos világ összeesküvés része. Ígérj bizonyítékokat. Mondd azt, hogy te vagy az igazság egyedüli birtokosa. A titkok tudója. Ez a siker receptje. De mi nem ezen az úton járunk. A Bohóc karmai közt egy szokásos, hagyományos, közéleti véleményműsor. Garantáljuk a korrektséget, a kiegyensúlyozottságot és az unalmat. Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat innen a Bohóc karmai közül. A stúdióban Szalai Szabolcs, Forgács Bianka és Tasnádi András. Első hírünk, hogy az ellenzéki Telex az elmúlt időszakban többször kért interjút a DK két meghatározó politikusától, Dobrev Klárától, DK-tól és Gyurcsány Ferenctől, ám még válaszra sem méltatták őket. Akkor sem jártak sokkal nagyobb sikerrel, amikor egy-egy aktuális témában írásban tették fel a kérdéseiket, ugyanis az áprilisi választás 5 óta több mint 20 alkalommal volt erre példa, és mindössze 8 levelükre kaptak választ. A DK a kék Fidesz. Nekem tetszik, hogy a Telex rávilágít egy olyan problémára, persze a saját szemüvegén keresztül, de egy olyan problémára, ami szerintem sokunkat aggaszt, és felteszi azt a kérdést, hogy miben nyújtanak alternatívát a Fideszhez képest, és elég kellemetlen helyzetbe hozta szerintem ezzel a DK-t, olyan tekintetben, hogy persze a válasz rögtön az volt, hogy jelentős különbség van. Elmondták, hogy ugye Orbán Viktor nem nyilatkozik, ami tételesen nem igaz, mert nyilatkozik ő, csak hát szereti, hogyha olyan kérdések vannak feltéve, meg olyan szituációkba keveredik, amiből jól jön ki, és nem kockáztatja meg azt, hogy esetleg egy olyan szituáció legyen, amiből nem jön ki jól, és erre szerintem nagyon-nagyon jól rávilágított a Telex. Egyébként szerintem a DK-t nem lehet kellemetlen helyzetben hozni, tehát a DK és a Fidesz abban a kitüntetett pozícióban van a magyar közéletben, hogy csinálhatnak bármit, tehetnek bármit, a tábor, a szekta, a kemény mag, az úgyis ott lesz mögöttük, tehát hogy... Én egyébként már vizionálom is, kiváló nyugati fény, és itt nagy idézőjelekben a kiváló, tehát a demokratikus... És azt, hogy nyugati, és azt, hogy fény. Tehát, hogy mindent tegyünk idézőjelben. Igen, akkor a keleti sötétség nevű DK-hoz semmiképpen sem köthető propaganda oldalon majd megjelennek az írások arról, hogy a Fidesz által pénzelt telexes újságírók hogyan kérdezték fel szegény Molnár Csabát és Kálmán Olgát azzal kapcsolatban, hogy mégiscsak Dobrev Klára vagy Gyurcsány Ferenc a választások óta miért nem hajlandó interjút adni. Egyébként nagyon a választások előtt sem adtak interjút. Ja, hát ugye Dobrev Klára nem ment el a Partizánba. Hát igen, hát nem csak a Partizánba, szóval azért nagyon sok ilyen közélettel foglalkozó YouTube csatorna, rádió műsor, televíziós műsor, online beszélgetős műsorok vannak, és gyakorlatilag sehol nem lehetett Dobrev Klárával az előválasztás alatt. Nekem sikerült, én akkor még az Index újságírója voltam, írásban készíthettem vele interjút, de ugye teljesen más egy írásban készült interjú, mint az, hogy mondjuk ott van egy élő helyzet, ott nincs lehetőség arra, hogy hosszasan átgondolja valaki a mondandóját, ugye pont Márki-Zay Péter vesztét is részben az ilyen nem átgondolt, vagy gyorsan kifutó. Nem kis részben. Nem kis részben az ilyen mondatok okozták, és egyébként tehát, hogy az, hogy Orbán Viktor nem ad interjút, vagy nem nyilatkozik, hogy még sajtótájékoztatókat sem tart, tehát azért a miniszterelnök nemrégiben Berlinben járt, ahol a Cicero nevű közéleti folyóirat és a Berliner Zeitung közös rendezvényén másfél órán keresztül beszélgetett. Tehát mind, hogyha Nyugat-Európában van, mind Magyarországon ugye rendszeresen előfordul az, hogy van olyan kormányinfó, meglepetésszerűen vélhetően a baráti sajtót értesítik róla, de a kormánykritikus sajtót biztosan nem, de a miniszterelnök szereti az ilyen szituációkat, és egy évben egyszer legalább kiszokott lépni a pástra, és szokott ilyen sajtótájékoztatókat tartani. És még azon is gondolkoztam, hogy az... Na jó, azért mindjárt tegyük hozzá, hogy se nyílt vitát nem vállalt a Márki-Zay Péterrel, és nem vállal soha ez se így van, csak ellenzéki miniszterelnök jelöltekkel. Tökéletesen igazad van, csak az állítás az volt, hogy az a különbség, a lényeges különbség,
hogy ők legalább interjút nem adnak, de sajtótájékoztatót igen. Ez nem igaz, mert hogy a miniszterelnök is szokott néha, évente egy-két alkalommal sajtót. Én nem azt mondom, hogy ez a jó gyakorlat, tehát hogy kellett volna vitáknak lennie, meg sokkal többször előfordulhatna a kormányinfón is, meg azért az kicsit nonsens, hogy a kormánykritikus sajtó 2010 óta gyakorlatilag nem tud interjút készíteni a miniszterelnöket. Nem kicsit nonsens, de azért az mennyivel jobb, hogy azt mondják, hogy jó, rendben, köszönjük, utána nézünk, mint amikor Orbán Viktor a parlamentben megboldogult LMP-s képviselő Demeter Márta egyik ilyen kérdésére azt válaszolta, hogy boldog karácsony. Tehát a köszönjük, utána nézünk, az mennyivel jobb minőségű válasz? Hát itt ez a fontos nekem ebbe az egész történetbe, hogy ez került itt reflektorfénybe, és lehet, én értem, hogy a DK nem érzi magát ettől kellemetlenül, de én ebbe bele tudom projektálni, hogyha én ha a helyükbe lennék, én baromi kellemetlenül érezném magamat, de ez egy ilyen teljesen személyes dolog. Ami nekem is feltűnt, az, hogy tényleg még az előválasztási kampányban sem ment el Dobrev Klára például a Partizánba, de azért egy helyre elment, ebben nem volt igazad, a Zsótám YouTube csatornának a kanapéjára, ami ugye egy teljesen más jellegű beszélgetés. Ahhoz az Osvágy Zsolthoz, aki egyébként a közös ellenzéki összefogásos kampányrendezvényeknek a speakere volt. Olyan ez, mint hogy Orbán Viktor bemegy a Kossuth Rádióba nagyjából. Hát igen, ezért mondtam, hogy én nem érzem az érdemi különbséget. Hát igen, ebben sincs között érdemi különbség. Ami érdemi különbség, hogy a DK az most is emelné a nyugdíjakat, emelné a tanárbéreket, és tejjel, mézzel, folyókánoánnál tenni az országot, csak kapják a kezükbe. Egyébként van a dolognak szerintem egy magasabb szintje, amikor erről beszélünk a politikának meg az újságírásnak a viszonyáról, hogy ahol viszont egy kicsit azért én így egyébként megértőbb vagyok a politikusokkal, akár az ellenzéki politikusokkal is, mert még a kormánypártiakkal, mert egy borzasztó nehéz helyzetben van a politikus is. Tehát, hogy az a helyzet, hogy amikor egy újságíróval találkozik a politikus, soha nem tudhatja, hogy egy ellenzéki aktivistával fog találkozni, egy BBC etikai kódex szerint működő klasszikus 20. századi újságíróval, vagy a fika kultúrának az aktuális nagykövetével, aki kb. Felkészületlenül köpköd mindenkit. És az a helyzet, hogy azért jutottunk el részben ide, ebbe az állapotba, amikor se a legnagyobb kormánypárt, se a legnagyobb ellenzéki párt már nem veszi komolyan a sajtót, vagy a tőle független sajtót, hanem kizárólag a propagandistákban hisz, meg a propagandistákkal működik együtt, mert egész egyszerűen ehhez a fajta újságírói működéshez, ami egy szerkesztőségen belül is folyamatosan, tehát hogy nem az van, hogy mondjuk a Telex, az azt lehet mondani, hogy az egy fikalap, mert nem igaz, mert igenis vannak ott leleplező, nagyon korrekt cikkek, miközben egyébként van aktivizmustól hevült újságírás is rendesen, és még nem is csak az, hogy a Telexen belül, hanem még magán az újságírókon belül, tehát hogy az újságírónak is egyik nap bal lábbal kell fel, és akkor ő egy aktivista lesz, aki meg akarja buktatni az Orbán kormányt, a másik nap jobb lábbal kell fel, és akkor azt mondja, hogy hát ő végül is újságíró, neki távolságot kell tartania. És ehhez a szituációhoz egész egyszerűen a politikának az a egyébként valahol racionális, bár nem helyes válasza, hogy azt mondja, hogy inkább tartok 3-4 lépés távolságot, mert nem tudok mit kezdeni azzal, hogy valaki jön felém, mint újságíró, de három teljesen különböző szempontrendszer szerint kérdezhet, vagy támadhat nekem, és erre én így nem vagyok felkészülve, hogy így folyamatosan váltogassam, hogy most így kivel is beszélek. Mert nyilván... Értem, teljesen igazad van ebben, csak amikor én például ezt el szoktam mondani néha az adásban, hogy én voltam a másik oldalon is, tehát én csináltam is a politikát, tehát hogy emiatt én meg tudom érteni azt, hogy a politikusoknak milyen a médiához való hozzáállása, csak amikor az elemzés tárgyához pont azért, mert valamikor ilyen közel helyezkedtem, ma már ennyire el tudom távolítani magamat, vagy például amikor Török Gábor beszél így a politika és a média viszonyáról, akkor mindig az a vád velünk szembe, hogy mi túlzottan megértőek vagyunk a politikusoknak az ilyenfajta
mentalitásával és viselkedésével szemben, miközben csak ugyanarra a tényre világítunk rá, amit most te is részben mondtál, hogy tulajdonképpen ők azzal, hogy ha nyilatkoznak, ha így nyitottak a sajtó irányában, akkor ugye azzal politikai kockázatot vállalnak, hiszen mondhatnak olyan mondatokat, amiket aztán kiragadva, ők nekik abból nagyon komoly bosszankodásaik meg nehézségeik lehetnek, és emiatt tartanak távolságot. Csak ameddig szerintem egy kormánykritikus sajtómunkatárs az jogosan kritizálhatja a kormányt amiatt a viselkedése miatt, hogy mindeközben, hogy közben érti, hogy ők nem akarnak plusz támadási felületet adni, meg muníciót adni neki, és emiatt nem nyilatkozik, amellett ezt nekünk dolgunk kritizálni, de a politikusok részéről, az ellenzéki politikusok részéről, akik ugyanúgy viselkednek, és mondjuk tanultak például a Márki-Zay Péternek ebből, hogy ő mindenkinek megállt, és hogy ebből mennyi problémája akad, hogy a Bohár Danitól elkezdve a mindenkinek nyilatkozgatott a Gulyás Mártonon át, és akkor most részben a Partizán teszik felelőssé amiatt, hogy elveszítette az ellenzéki összefogás a választásokat, mert hogy kihúzott belőle olyan mondatokat, amit bármelyik stúdióban megkérdeznének egy miniszterelnök jelöltől egy háborús időszakban. Tehát, hogy vannak ilyen szituációk, ebben szerintem az ellenzéki politikusoknak innentől, amikor ilyen a mentalitásuk, akkor ők már ezt a dolgot nem tudják kritizálni. Tehát mi sajtómunkatársaként jogosan vethetjük fel mind a két oldal számára, hogy nem adnak nekünk interjút, a politikusok részéről érthető ez a fajta magatartás, csak akkor én nem akarok olyan posztokat látni, hogy elfutott a kicsi törpe, meg a hátsó bejáraton ment be, meg amiket a DK-sok kitesznek, miközben az ő politikusaik ugyanúgy kerülik az ilyen necces szituációkat, mert nem akarják vállalni az ezzel járó politikai kockázatot, hogy adnak egy rossz interjút, vagy egy rossz megszólalást, amiből aztán gondjaik támadnak. De én annyiban másként látom, hogy szerintem a politikai kockázatot a rossz mondatokért mindig vállalnia kell egy politikusnak. Ők nem ezt vállalják, hanem azt vállalják, hogy például mondjuk a Márki-Zay Péter bemegy a Partizánba, és ő arra számít, hogy ott egy aktivistával baráti, fog találkozni, igen, aki alá fog kérdezni, aki őt szereti, aki őt támogatja, és akivel együtt kell működnie, hogy egy jó show-t csinálja. De hát erre tudatosan rá is játszott a kampány alatt. Hát egy csomószor, amikor bejött a stúdióba, vagy akármilyen ilyen tömegrendezvényt tartott az ellenzék, csomószor megköszönte a Partizán stábjának, ami hát annál kellemetlenebb helyzetben szerintem egy magát újságíróként vagy médiaszereplőként definiálható embert nem érhet, mint az, hogy egy politikus megköszöni a munkáját. Na nyilván, és nyilván ez dolgozott a Gulyás Marciba, amikor bejött a Márki-Zay, és a Gulyás Marci az elkezdett, nem úgy, mint a Karácsonnyal egyébként az önkormányzati választáson, hanem egy teljesen más módon elkezdett vele viselkedni, és úgy viselkedett, mint egy közszolgálati újságíró, mint egy BBC standardek szerint működő újságíró, és az egésznek az lett a végeredménye, hogy a Márki-Zay Péternek a teljes kommunikációs stratégiája, meg a hozzáállása, hogy ő ilyen asszertív, meg megértő, meg együttműködő akart lenni, az igazából kicsorgult, mert ő nem erre számított. És szerintem ez igenis fontos minden kommunikációs helyzetben, hogy tudjad, hogy kb. Mi a viszonyod a másikkal, mert egész egyszerűen egy ellenséges újságíróval szemben tök máshogy kell viselkedni, meg kommunikálni, mint valakivel, aki segíteni próbál, meg megérteni próbálja a te gondjaidat, meg a problémáidat. Nem lehet a két dologban ugyanúgy működni. Abszolút, mert különben jönnek az olyan mondatok, amit Gyurcsány Ferenc mondott Gulyás Marcinak, hogy szerintem ezt ugye nem akartad mondani arra azzal kapcsolatban, amikor rákérdezett, hogy mennyire érzi hasznos hülyének magát. Az nagyon kemény volt. Tehát én annyiba védeném meg a Gulyás Marcit ebbe, hogy miközben nekem azzal az interjúval azért az nagy kritikám és problémám volt, hogy ő meg a barátai elég sokszor, hogyha más újságíró kollégák, mondjuk kormánypárti politikusokkal készítenek interjút, és mondjuk minden korrupciós ügyre, meg ilyen dolgok nem kérdeznek rá, akkor egyben elmondják, hogy hát igen, mert ti már ilyennel, nem tudom, megalkuvó, Fidesz közeli újságírók vagytok, meg nem tudom mi. Ő meg úgy készített Gyurcsány Ferenccel egy órás interjút, hogy abban egyszer nem hangzott el a Balaton összebeszéddel kapcsolatban egyetlen egy kérdés, csak azért nagyon, tehát a Gyurcsány Ferenc az egy nagyon
tapasztalt, rutinos vén róka ebbe a nyilatkozásba, és nagyon ügyesen tudott játszani azzal, hogy tulajdonképpen a Gulyás Marci, amit kérdezett, az ugye arra vonatkozott alapvetően, hogy mások gondolhatják őt hasznos hülyének, amiatt, hogy még mindig aktívan politizál, miközben a Fidesz minden lejárató kampánya meg karaktergyilkossága azért mégiscsak vele hozható összefüggésben, és ő nagyon ügyesen belelépett abba a mederbe, hogy ezt egyből visszafordította az interjú alanyra, és így, ha megnézitek, valójában arra nem is válaszolt, ami az igazi kérdés. Én nem gondolom, hogy ebben a helyzetben a Gulyás Marci védelemre szorulna, mert szerintem egy tök releváns kérdést tett fel. Az, hogy a Gyurcsány Ferenc hogy reagált erre, az az érdekes, tehát, hogy szerintem itt, ha valaki védelemre szorulna, nem azt kérem, hogy védd meg, de ha valaki védelemre szorulna ebbe a szituációban, szerintem az Gyurcsány Ferenc. Igen, és ha már Gyurcsány Ferenc, akkor ugye sokak asszociációja az állatkínzás, a héten hirdettek ítéletet. Micsoda átkötés. Na, nagyon jó átkötés, ugye? Kellően bulváros, kellően gátlástalan, kellően DK-fóbiás, tehát, hogy mindenkit kiszolgálunk, igyekszünk mindenkit kiszolgálni, kivéve Gyurcsány Ferencet, és ez legyen a javunkra írva. A héten hirdettek ítéletet annak a vádlottnak az ügyében, aki egy Hajdú-Bihari településen agyonverte szomszédja kutyáját. A férfit állatkínzás büntettéért 1 év 2 hónapi börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték. Az Index értesülése szerint jelenleg 41 fogva tartott, köztük 39 férfi és 2 nő tölti börtönbüntetését állatkínzás elkövetése miatt. Most lemerevedett mindenki. A Gyurcsány miatt még mindig az van bennetek. Igen, hogy még így nehéz átkötni ebben. Szóval az van, hogy nagyon jó a Sereg Andrásnak ez az összefoglaló cikke az Indexen a témában, mert szépen le van benne tulajdonképpen vezetve az, hogy a 2000-es évektől ugye hogyan súlyosbodott egyre jobban ez a dolog, tehát az elején csak szabálysértésnek minősült, és hogy például a 2000-es évek elején még tulajdonképpen ahhoz kötötték az egész dolgot, hogy azért járt büntetés, hogyha valaki állatot kínzott, vert meg, ölt meg, bármi borzasztó dolgot elkövetett egy állattal szemben, hogy arra mondjuk a társadalomnak vagy egyes emberekre az milyen hatással volt, mennyire botránkoztatta meg őket, vagy rémítette meg őket, és tulajdonképpen emiatt járt szabálysértés, tehát kvázi egy pénzbüntetés, és ma már azért lehet börtönbüntetést kapni miatta, úgyhogy tök jó, hogy ebben így előre léptünk, az meg lesújtó. Biztos, hogy a jó irányba léptünk előre, mert én azon gondolkodtam, hogy én ezt az állatkínzást egyébként nem biztos, hogy... Tehát vannak bizonyos esetek, amikor börtönnel büntetném, ilyen, amikor valamilyen haszonszerzés, tehát anyagi haszonszerzés, tehát amikor nem egy beteg pszichét, hanem egy... Nem pusztán egy beteg pszichét, hanem egy kapzsi embert is látok a történtek. Tehát például között. Mondjuk egy kutyaviadal. Például egy kutyaviadal szervező, ott szerintem tök egyértelmű, hogy börtönbüntetés, de azt gondolom, hogy ezeknél az embereknél, akik állatot ilyen módon bántalmaznak, akár mint ez a figura, aki ugye azt a szerencsétlen kutyát ütötte, verte, rugdalta, hogy ezek számára én sokkal inkább gondolom például a kényszergyógykezelést megoldásnak. Tehát, hogy de az egy ilyen bírósági eljárásban is, tehát hogy ugyanúgy, hogyha egy embert bántalmazna, akkor is felvetülhet az, hogy az ő büntethetőségének a feltételeinek megfelelete. Tehát, hogy például igazságügyi orvosszakértőt bevonnak egy ilyenfajta bírósági eljárásban, és ő megállapíthatja róla, hogy valamilyen fajta mentális betegség miatt, és akkor kvázi megúszhatja mondjuk a börtönbüntetést. Tehát itt, akik ülnek börtönben, azok vélhetően tiszta tudatállapotban és elmével követték el. Illetve a cikk arról is ír, hogy ha jól tudom, akkor halmozati büntet kell azért nagyjából ahhoz, hogy téged valóban letöltendő börtönt kapja. Igen, ami nagyon érdekes ez a hozzáállás, hogy ugye én azt látom, hogy ez is ilyen nagyon-nagyon megosztó téma, hogy van, aki tényleg annyira elvakultan védi az állatokat, teljesen jogosan védik az állatokat, csak nagyon sokszor van az ilyen kommentmezőkbe, amikor azt mondják, hogy ha te megkínoztál egy állatot, akkor veled is ugyanazt kéne tenni.
Ez az egyik szélsőség, a másik meg én ebbe a szélsőségbe tartozom. Tehát te azt mondod, hogy ha valaki elkövet valamit egy állat ellen, akkor vele is azt kéne csinálni, de ez... Nem, most ez nyilván ez egy ilyen kisarkított dolog volt, de én azt gondolom alapvetően, hogy azért aki állatra kezet, aki állatra kezet emel, és aki az állatokkal szemben így... Tehát most például ott fut a Netflixen a Jeffrey Dahmerről szóló sorozat, nem akarok neki így reklámot csinálni a rádióban, mert nem fizetnek ezért nekünk, de hogy egy nagyon kiváló sorozat, hogy Jeffrey Dahmer egy sorozatgyilkos volt az Amerikai Egyesült Államokban, és hogy milyen érdekes, hogy ő és elég sok társa azért alapvetően először állatokon, meg nála gyengébeken, kisgyerekeken kezdik el, és aztán fordulnak rá az emberek. De én pont ezért gondolom, hogy tudod, hogy nem a börtön a jó megoldás, hanem ezek szerintem szinte kizárólag pszichiátriai esetek, és az egy ilyen nagy problémája egy társadalomnak, hogy akinél ez megállapítható, az nem is kerül börtönbe. De szerintem meg nem így van. Tehát, hogy egész egyszerűen úgy működik Magyarországon, hogy mindenkit tolnak a börtönök felé, mert a pszichiátriák egész egyszerűen túltelítettek, kevés a szakorvos, kevés az idő, kevés az energia. Ezekkel nekem az emberekkel... azért inkább azok voltak a tapasztalatom az elmúlt néhány évtizedeknek az ilyen büntető ügyeiben, hogy nagyon sokszor... és nem csak Magyarországon, hanem az ilyen nemzetközi esetekben is sokszor teljesen mentálisan épp emberek is erre hivatkoztak, pont azért, hogy megússzák a börtön, vagy a még ennél is súlyosabb büntetéseket. Nyilván csak az állatkínzását, amikor egy állatot valaki pusztán az öröme vagy a dühe miatt megöl, megkínoz, szerintem az már önmagába azt jelenti, mentális... hogy ez egy súlyosan mentálisan sérült ember, aki egyébként veszélyes a társadalomra, tehát hogy aki agyon tud verni egy kutyát, az bármikor agyonver egy gyereket, ilyenket, vagy egy ember, tehát hogy az elszeparálásával én teljesen egyetértek, csak azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek nem biztos, hogy a börtönrendszerben van a helyük, ahol egy év, három hónapot lehúznak egy zárkába, kicsit kigyúrják magukat. Arról van értelme vitát folytatni valóban, hogy mondjuk a börtönbüntetés letöltése után, amikor őt visszaengedik a társadalomba, akkor mondjuk nem merül fel a bűnismétlésnek a veszélye, vagy hogy ő egyébként akkor félve egy újabb büntetéstől mondjuk már többet nem fog bántani senkit. Se állatot, se embert. Mélység nélküli csacsogás, mérték nélküli okoskodás, morál nélküli szemforgatás. Tényleg ezt akarod? Akkor hagyd ott a Facebookot, engedd el a romkocsmás haverokat, mondd le az ebédet azzal a csinos szociológus lánnyal, mert amit te akarsz, az itt van, a Bohóc karmai közt, a Spirit FM-en. Az 5. kerületi önkormányzat egy önkormányzati tulajdonú szükséglakáshoz kért kilakoltatást, annak ellenére, hogy korábban az 5. kerület fideszes polgármestere is megszavazta a fővárosi határozatot, amiben a kerületek vállalják, hogy felfüggesztik a folyamatban lévő kilakoltatási eljárásokat a jelenleg kialakult válsághelyzetre való tekintettel. A kilakoltatott nő korábban kódexkutató volt az MTA Nyelvtudományi Intézetnél. A kilakoltatás oka a 45.830 forintos nyugdíj mellett felhalmozott tartozás volt. A kilakoltatást a város mindenkié aktivistái és néhány ellenzéki képviselő megpróbálta megakadályozni. Érdekesség, hogy a rendőri intézkedés során Tordai Bence országgyűlési képviselő ujja eltört. Érdekesség mindjárt, leértékelődnek ezek a traumák, meg ezek az erőszakok, amint a médiában kerülnek. Hát azért egy új törés nem mondjuk traumának talán. Hát nekem trauma lenne, hogyha eltörné a rendőr az ujjamat. De hát igen. Nyilván én vagyok egy gyenge szívű, gyenge fájdalom tűrőképességű ember. Egyébként az új töréssel kapcsolatban, ami nyilván ugye a rendőri intézkedés során valahogy úgy történt, hogy kapaszkodott a többiekbe, kicsavarták a kezét, eltört az ujja, tehát hogy nem volt egy különös rendőri brutalitás, inkább azt gondolom, hogy a helyzet... Szerencsétlenül. Igen, hogy szerencsétlenül alakult a helyzet, de azért, amit a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikált ennek kapcsán, az azért...
nekem így összerántotta a gyomromat, mert azt írják, hogy az eltört kisujjú országgyűlési képviselőnek a budapesti rendőrfőkapitányság mielőbbi jobbulást kíván. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor a 2006-ban Lovas Rohamot vezényelt és szétvert tüntetőknek azt mondanánk, hogy jobbulást. Hogy egész egyszerűen tényleg a SAV módjára égető cinizmus, és pont a rendőrségtől az utolsó hely, ahol az ember azért az ilyet örömmel hallja. Tehát, hogy általában se hallja. De sokszor van az, hogy ez ilyen szerencsétlen kommunikáció, hogy nem gondolnak bele, hogy ez mennyire rosszul hangzik az ő részükről. Tehát azért... Nem, szerintem ebben egy gunyoroskodó lekezelés volt, és szerintem teljességgel tudatos. Nyilván ezt végig gondolták, nyilván volt egy ilyen összeröhögés, na most ez jó lesz, ez egy jó poén, és amikor az az ember, aki egyébként üt meg, ver, és ehhez jogosítványa van, csinálja, az végtelenül diszonáns. És végtelenül taszító. Azért, szóval nekem nem azok voltak a tapasztalataim, hogy független attól, hogy aki kormánypárti vagy ellenzéki országgyűlési képviselő, azért a rendőröknek megvan a maguk respektje az intézménnyel szemben, és emiatt így. Tehát, hogy például láttam ezeket a kommenteket, hogy na, egy fideszesnek biztos nem törték volna el az ujját. Mondjuk megnézem, hogy a kormánypárti képviselők hol állnának ki ilyen fajta hevülettel, meg ilyen fajta utcai akciókkal. Hát azért Révész Máriusznak azért kilőtték a szemét. Jó, de például... akkor nem is volt a kormánypárti képviselő. Ja, az. Nem lőtték ki a szemét, megverték egyébként. Ja, megverték csak? Ja, csak megvették. Elnézést. Igen, de hogy tehát, hogy azért így láttam a komment szekcióban azt, hogy hát megverték az ellenzéki kép, tehát azért nagyon nem ez történt, ott az véletlenül tényleg nem szándékosan csinálták. Tény, hogy ez a kommunikáció nem volt túl szerencsés. Ami nekem ebbe a történetbe ilyen szempontból pont így, hogy a médiának jelentős részben a figyelmét megint ez vitte el. Tehát nyilván a Tordai Bence sem azért tört el az ujját, mert ő szeretett volna sokat szerepelni a sajtóban, csak ez önmagában is... Tordai Bencéből azért kinézzük, de... Jó, azért az, hogy eltöri az ujját, azzal nem akar bérelni magának médiafelületet, azért ennél kisebb imaságokat is elkövet azért, hogy sokat szerepeljen a sajtóban, de ez meg nem róható fel a politikusoknak, mert végül is részben az a dolguk, hogy a sajtóban szerepeljenek, de hogy tényleg elviszi a fókusz az alapvető történetről, ami ez most már ilyen szisztematikusan visszatérő dolog, hogy tulajdonképpen itt van valaki, akinek van egy felhalmozódott tartozása, most független attól, hogy ráadásul ebben az ügyben, mint kiderült, a tartozás egy jelentős részét nem is az a lakó halmozta fel, akit most kilakoltattak, hanem hogy alapvetően felhalmozódott már ott egy valamilyen fajta tartozás, és ő már ezt kvázi csak megörökölte, de hogy lehet utcára tenni úgy embereket, hogy egyébként benne, vagy a környezetében, vagy a neki segítő emberekben ott van egy fizetési szándék, tehát azt mondják, hogy kártalanítják az önkormányzatot, hogy ők kifizetik a szociális béllakásnak a felhalmozódott tartozásait, és ezt nem engedik meg nekik, és így valakit kitesznek az utcára. Ugye? Miközben benne van tök jól a cikk végén az, hogy egyébként megjegyezték abba a szociális intézménybe, ahol aztán elhelyezésre került ez az idős hölgy, hogy egyébként az adófizetőknek több pénzébe kerül ezt a fajta szociális ellátórendszert üzemeltetni, mint az, hogyha kifizetnék a tartozásait. Ugye ez nem először fordul elő, akár egyedülálló anyák is kerülnek ilyen helyzetbe. Persze. Tehát amúgy ez az egész rendszer ilyen szempontból borzalmas, és ilyen szempontból én szeretném kiemelni azt, amit a város mindenki aktivistái tesznek, mert ez ugye nagyjából egy ilyen jelképes dolog, hogy leülnek, és akkor nem engedik a rendőröket oda, és amúgy van olyan, hogy sikerrel járnak, de sok esetben nem. De mégis ez egy olyan kiállás, amit tüntetőlegesen megtesznek azért, hogy azt mutassák, hogy nem értenek egyet a kilakoltatás tényével. Igazából körülbelül 10 éve annak, hogy elhangzott az, hogy 47 ezer forintból nem lehet megélni. Na most ennek a hölgynek 45 ezer forint volt a nyugdíja, és így nem tudom, hogy mi a csodálkozás tárgya, hogy tartozása van. Pontosan. És az, hogy az önkormányzat azt sem engedi, hogy ezt a tartozást rendezzék, ez valamilyen egészen elképesztő dolog.
azt hiszem, hogy ennél a történetnél van az, hogy nem önmagába a tartozás miatt kérték a kilakoltatást, hanem azért, mert nem engedték be, tehát, hogy a többször jelezték például, hogy a szomszéd lakás ázik, és szerették volna megjavítani, és nem engedte be a szerelőket, különböző közegészségügyi problémákat jelzett a társasház közös képviselője, tehát, hogy szerintem így nagyon jól hangzik ez első nekifutásra, hogy jaj, szegény ember ott van a lakásába, és a gonosz önkormányzat kirakja, de amikor mondjuk te élsz egy lakásba, ami azért ázik, azért penészesedik, azért szagol a gyereke, penészt, mert ő nem hajlandó beengedni a szerelőt a saját a bérleményébe, akkor megint nagyon másként gondolkodsz erről az egész dologról, és még úgy általában azért a kilakoltatásokról, hogy azért szögezzük le, hogy így nagyon egyszerű mindig a kilakoltatott emberrel szolidálni, mert nyilván az egy borzasztó szerencsétlen helyzet, hogy valaki elveszíti az otthont a feje fölül. De könyörgöm, sok ezer ember, Gyurcsány Ferenc is elmondta egyébként a Partizánba, és ezért aztán simán beleállok én is, hogy sok ezer ember áll azért sorba, hogy egyáltalán ilyen lehetősége legyen. Tehát, hogy nem úgy van az, hogy... Ó, hát egy 5000, egy 5. kerületi lakásért meg nem csak a szociálisan rászorultak állnak sorba. Egy 5. kerületi lakásért meg nem csak a szociálisan rászorultak állnak sorba. Tehát, hogy azért sok ezer ember van, aki örülne ennek a lehetőségnek, de vagy kénytelen piaci alapon bérleti díjat fizetni, vagy szükségszállón lakik, vagy rokonoknál húzza meg magát. Hogy mondjam, hogy az ő tragédiáját miért nem látjuk abba, hogyha ez az ember ott marad, akkor ő nem kerül lakásba. Teljes mértékben megértem azt az aggályt, hogy valószínűleg, ahogy a több helyen lehetett olvasni, hogy volt probléma. És nem azt mondom, hogy ez nem valós probléma, amit, de ezt meg kell oldani, tudod? És az, hogy az a megoldás, hogy valakit hajléktalanná tesznek, az nem, egyszerűen nem fér bele ebbe az emberséges nézőpontba. Azért, mert megértem, hogy egy csomó ember van, aki erre vár, de ez egy másik probléma szerintem. Az nem működik, hogy veled van valami baj, téged kirakunk az utcára, és majd hozunk egy másikat, akinek szüksége van erre, és reméljük majd, hogy vele nem lesz baj, de ha igen, akkor majd helyette. Tehát, hogy ez szerintem nem egy jó hozzáállás. Szerintem azért függ ez végtelenül össze, mert hogyha te azt mondod, hogy nem lehet kirakni valakit a bérleményéből, mert ő nem fizet bérleti díjat, és az sem elég ok, hogy kirakjuk a bérleményéből, hogy egyébként ellehetetleníti a környezetét, ellehetetleníti a házban élő más embereknek a normális lakhatását, akkor ez mit fog eredményezni? Egyrészt az, hogy semmifajta szociális felelősségérzet nem lesz ezekben az emberekben, másrészt semmifajta szándék, hogy fizessenek, hiszen miért fizetne az ember akármennyit, akár egy forintot is, hogyha annak nincs következménye. Tehát hogy az, és abban a pillanatban, hogyha ezek az emberek nem fizetnek, ki fog bérlakást fenntartani, ki fog bérlakást építeni, ki fog bérlakást kiadni, hogyha ennek nincsen következménye, hogy valaki nem fizet. És abban a pillanatban nem fognak bérlakások épülni, és még nagyobb lesz azoknak a száma, akiknek nem lesz otthon a feje fölött. De mindenképpen az a megoldás kell, hogy megszülessen, hogy valakit hajléktalanná teszünk, és egy olyan emberről beszélünk, és nagyon sok esetben ez a helyzet, hogy körülbelül 46 ezer forintból próbál gazdálkodni. Én megértem a piaci elveket, hogy igen, ezért is kell fizetni, stb. De mit üzen ez? Mit üzen ez a társadalomnak? Szerintem azt, hogy szüljél gyereket, hogyha majd idős leszel, legyen, aki segít rajtad és eltartson. És ez szerintem egy baromi rossz üzenet. Nem tudom, hogy rossz üzenete, vagy nem rossz üzenete, de szerintem annak sincs ilyen jó üzenete a társadalom felé, hogy azt mondjuk, hogy ne szülj gyereket, ne legyen bejelentett munkád, és majd idős korodra élni fogsz valamilyen önkormányzati bérleménybe tök ingyen. Tehát, hogy ez se egy jó társadalmi üzenet. De nyilván, tehát hogyha
ugye azért nagyon nehéz a mi dolgunk, hogy ilyenkor olyan híreket kommentálunk, amiről mi is csak másod vagy harmadkézből értesülünk, mert nem tudunk egy csomó mindent. Tehát ugye a 444-en írtak hosszan erről az esetről, és itt leírják az önkormányzatnak azt az álláspontját, hogy a lakók részéről jelezték a problémákat, majd a 444 cikkében az szerepel, hát, hogy ők beszéltek többekkel a házban, akik azt mondták, hogy nem volt semmi panasz a nénire. Lehet, hogy azok pont nem azok a lakók voltak, aki a szomszédja volt, és akinek a gondot okozta, meg igen, arról is lehet beszélni, hogy egyébként azért vannak olyan társadalom elméletek, hogy a hajléktalanság az tulajdonképpen, tehát a hajléktalan problémát azért nem szüntetik meg a társadalmon belül, mert azt mondják, hogy kell valamilyen fajta elrettentő állapot, hogy igen, hogyha nem tudom, nem megfelelően gazdálkodsz, hogyha nem jól vezeted az életedet, meg stb., akkor te is az utcára kerülhetsz, és az ettől való fenyegetéstől lesznek az emberek szabálykövetőbbek, jobban gazdálkodnak, mennek előre az életükbe, stb. Tehát én minden ilyen dolgot megértek, csak azt mondom, hogy első körben én már sokadjára látok olyan visszatérő ilyen jelenetsort, hogy valaki azt jelzi, hogy ő vagy a környezete kifizetni a felhalmozott tartozását, és azt mondják, hogy ebben az esetben sem biztosítják neki azt a lehetőséget, hogy akkor továbbra ott marad. És akkor persze lehet tovább menni, és megnézni azt, hogy egyébként ezzel a nénivel voltak-e problémái a lakóközösségnek, ami miatt azt mondták, hogy hát jobb lenne, hogyha esetleg egy másik lakót kapunk, és egyébként az 5. kerületben pedig hányan állnak még sorba önkormányzati béllakását, tehát lehet ennyiben árnyalni a képet, csak azt mondom, hogy első körben, ami nekem ebben a cikkben így megrakadt, az az, hogy tulajdonképpen arra hivatkozva tesznek valakit az utcára, hogy ő felhalmoz egy tartozást, és kiderül, hogy a másik oldalon meg amúgy ő vagy a környezete ezt rendezte volna, és ezt neki nem biztosítják lehetőségként. Tehát, hogy amíg valamiből kilakoltatás lesz, az évek. Évek ez hosszú sora. Tehát, hogy ami alatt nagyon-nagyon sokszor lehetett volna rendezni a tartozást. Én megmondom őszintén, hogy alapvetően nyilván minden emberi sors megérdemli a szolidaritás meg az empátiát. Csak valahogy nekem furcsa, hogy van az utcákon él több tízezer ember szerintem Budapesten körülbelül. Mély szegénységbe, nyomorba élnek, mit tudom én, emberek, családok, generációk. És nem tudom mindenki én, oda került, hanem valaki választotta négyzetméteres lakásokba, és ő hozzájuk is oda lehet ezt rendelni, de nem ez történik, hanem ezt a nagyon átélhető dolgot, hogy ő elveszíti a lakást a feje fölül, ezt lovagolja meg a média, ezt lovagolja meg a város mindenkiért csoport, mert valójában a középosztályos médiafogyasztók ezzel tudnak azonosulni, hogy volt valamije és most nincs, és ez a szörnyűség. És nem azt látjuk, hogy ezt a nénit mondjuk kirakják, és elmegy egy szociális gondozást biztosító helyre, ahol egyébként jó körülmények közé került, ahogy én értelmeztem, tehát ahol őt ellátják, tehát hogy valójában nem biztos, hogy olyan nagy tragédia történt egyénileg, viszont ez a lakás, hogy kiürült, egyrészt megnyitja az utat arra, hogy rendbe rakják és ne állzon a szomszédrakás, másrészt meg megnyitja az utat, hogy egy olyan család vagy egy olyan pár lakhatáshoz jusson, aki lehet, hogy most az utcán él. És ők nem érdemlik meg az empátiát, nem érdemlik meg a szolidaritást, csak az, akinek már van. De András, szerintem megérdemlik, nagyon is megérdemlik, de ebben a konkrét esetben nem arról beszélünk, tehát, hogy ki lehet ezt nyitni, de az, hogy mondjuk ez az idős hölgy ne érdemelné meg azt a fajta empátiát, amit itt megkap, vagy megkaphatna, és az, hogy a sajtó mondjuk együtt érez vele, és igenis beszédtémává teszi, ezt megérdemli, és nem azt állítom, hogy aki az utcán él, és nincsen lehetősége, az nem érdemli meg. Viszont ne vegyük már el tőle ezeket a lehetőségeket, hogy arról beszéljünk, hogy ez egy borzasztó dolog, ez egy szörnyű dolog, azért, mert hogy valakinek még ilyen sorsa sincs. Tehát, hogy ez szerintem ilyen nagyon-nagyon elnagyolása a történetnek. Lehetséges, hogy igazad van. Bianca,
A végrehajtókon, a rendőrökön és az aktivistákon túl a kilakoltatások rendszeres résztvevője lesz mostantól az amerikai Taser X2. A magyar rendőrség által rendszeresített elektromos sokkoló az első bevetésein már felháborodást generált, ugyanis sokak szerint szükségtelenül alkalmazták, a javára szóljon, hogy egyetlen ember ujját sem törte el az amerikai eszköz. Ez az eszköz nekem a használata, ahogyan ezt a nyáron, ugye én úgy tudom, hogy kétszer használták, legalábbis kettő került be így a sajtóba, illetve egy tüntetés és egy kilakoltatás. Kilakoltatás hasonló ellenállással, mint amiben az előző témáról beszéltünk, hogy ott ültek összekarolva, és akkor az egyik aktivistát sokkolták, illetve a másikakat a tüntetésnél volt, ahol szintén a Margit hídon ültek, és gyakorlatilag két olyan eset van, hogy ülő személy ellen alkalmazták ezt az eszközt. Én nekem ez lehet, hogy én vagyok a túlérzékeny, de nekem ez ilyen nagyon-nagyon barbár dolognak tűnik. Egészen más az, amit lehet látni olyan tekintetben, hogy valaki támadásra készül, nem lehet tudni, mi lesz a következő mozdulata, és akkor bevetik. Egész más az, mint amikor ülő ember ellen használják. Nyilván, tehát, hogy egyébként maga az eszköznek a beszerzése az, hogy lett ilyen, az jogos, mert a rendőrségnek most tényleg a gumibot és a fegyver között nem volt egy olyan puffereszköz, amit lehetett volna használni. És ezek... Jó, igen, meg ugye a vipera, amit annak idején... Igen, szóval, hogy alapvetően ez nem tragédia, mert vannak olyan esetek, amikor jobb nem lelőni, megsebesíteni azt a veszélyes személyt. Általában ezek a jó esetek. Általában ezek a jó esetek, és akkor szerencsés, hogy mondjuk sokkolót alkalmaznak, és ez külföldön tök jól bevált. Az más kérdés, hogy tényleg olyan esetekben, amikor mondjuk nem egy baseballütővel, mert azért egy baseballütő persze, hogyha nagyon odasúznak, akkor kioltására alkalmas, de alapvetően mondjuk egy baseballütővel jön szembe valaki a rendőrök felé, akkor mondjuk, hogyha nem lelőni akarod, akkor tök jó, hogy van most már ilyen elektromos sokkoló, és nagy távolságból, méterekről is harcképtelenné lehet tenni az ilyen embert, de hogy mondjuk egy Margit hídon ülő kata ellen tüntető voltos futár, vagy a nem tudom én ki ellen miért kell sokkolót alkalmazni, tehát itt soha nem az eszközökkel van a baj. Nekem alapvetően a fegyverekkel sem lenne probléma. Az a problémám vele, hogy rossz célokra is lehet használni, és hogyha nem indokolt esetben van, akkor láttuk ezt a 2006-os 7-es események alkalmából is, hogy milyen nehéz volt az állami erőszakszervezeteken bevasalni azt, hogy egyébként szolgáltassanak igazságot, hogy aránytalanul használják ezeket az embereket az állampolgárokkal szemben. Ja, fia, egyébként abszolút felháborító, tehát, hogy mind a két eset az annyira indokolatlan és annyira felesleges brutalitás, hogy azt el nem lehet mondani. És itt kellene például, tudod, az a nagyon jófej rendőrségi kommunikátor, vagy szóvívó, aki megírta azokat a sorokat, hogy jobbulást kíván a Tordai Bencének, hogy azt mondja, hogy azt írja le, hogy ez egy új eszköz, aminek még a kollégák nem sajátították el, hogy mikor, meg hogyan érdemes használni. Ebben a két esetben nyilvánvalóan az eljáró rendőr túllépett a hatáskörén, amiért valamilyen módon felelősségre vonjuk, és a jövőben reméljük, hogy nem fog ilyen előfordulni. És ezt a két mondatot leírnák, és én nem akarom, hogy kirúgják a rendőrt, mert nem akarom, hogy példát statuáljanak vele, mert nyilván a rendőr is egy olyan egyébként egy nagyon nehéz szakma, ahol súlyos döntéseket kell hoznod, sokszor élethalál döntéseket kell hoznod, és úgy, hogy rosszul vagy fizetve, nem vagy felkészülve, elhagyott a csajot, tehát hogy ezek az emberek iszonyatos... Nem lehet az emberi tényezőket kizárni. Iszonyatos pszichés nyomás alatt dolgoznak, és emiatt bele van kódolva a működésükbe az, hogy időről időre hibáznak. Tehát, hogy én megértő vagyok, de annyi minimum legyen, hogy azt mondják, hogy elnézést, és hogy a jövőben ez nem így fog működni. Tehát, hogy hol élünk? Tehát, hogy ez már tényleg nem
az Európai Unió, hanem ez tényleg a Kelet, vagy éppen az USA. Tehát, hogy Oroszországban meg az USA-ban tudnak ezek így előfordulni, az USA-ban is inkább 20 évvel ezelőtt, hogy mindenfajta bocsánatkérés, meg elnézéskérés nélkül tudomásul vesznek brutális rendőri erőszakot. És valójában itt ez történt, mert ez nem egy látványos dolog. Nyilván, amikor egy embernek szétütik az orrát, kiverik a fogát, az nagyon látványos, meg jól fényképezhető. Ez nem, de egyébként azt mondják, hogy egy pokoli fájdalom. Tehát, hogy azzal egyenértékű. Amúgy nekem ez a következtetésem, hogy ott ül valaki, igazából látványban van különbség ahhoz képest, hogy pofán vágja a rendőr, vagy hogy megsokkolja. Tehát, hogy igazából szerintem nincs olyan óriási különbség, még lehet, hogy a pofon kevésbé fáj, de... Kevésbé lehet mediatizálni, az biztos. Az, igen. Ami fontos, hogy a rendőrség hivatalos megfogalmazása is problémás, amennyire tudom a sokkolónak a használatával kapcsolatban, ugyanis azt mondja, hogy az ellenállás megtörésére lehet használni, és hogyha ez valójában így van megfogalmazva, akkor igazából bármikor lehet használni. Igen, mert az ellenállás megtörése az is lehet, hogy éppen fegyverrel felé közelít a rendőrhöz, és felszólítják, hogy állj meg, és különbség van a között, hogy valakivel intézkednek a Margit hídon szemben, hogy akkor hagyják el a területet, mert nem tudom én, itt akadályozzák a közforgalmat. A bevezetésekor amúgy többen aggódtak azért, hogy egy ilyen elrettentő hatásra fogják használni gyakorlatilag, vagy azt fogják vele elérni, hogyha békés demonstrálókat sokkolnak az eszközzel, és gyakorlatilag amúgy azt látom, hogy ez megtörténik, tehát hogy volt egy félelem, és beigazolódik, hogy igenis gyakorlatilag erre is számíthatsz, hogyha kimész egy tüntetésre. Hát késvilla, olló, sokkoló rendőr kezében nem való. Ilyen kis jópofasággal zárjuk a mostani negyedet. Ne hagyd, hogy egész nap mérgezzen a politika. Ne húzzad fel magad a közéleti történéseken. Ne szurkolóként, hanem tulajdonosként nézzed a csapatod játékát. Tölts egy kis időt a Bohóc karmai közt, ahol méregtelenítés, relaxáció és finom masszázs vár. Közéleti beszélgetések a megértés és a nyugalom hangján. Tavaly 46%-kal többen szültek magánszülészeteken, mint egy évvel korábban. A fővárosban már minden ötödik gyermek így jön világra. A magánegészségügy felé eltolódást 2020 óta több tényező is elősegítette, a járványhelyzet alatti korlátozások, az egyre hosszabb várólisták, a hálapénz kivezetése, aminek az a következménye, hogy már nem a választott orvos vezeti le a szülést. Az árak nagyjából 1 millió forintnál kezdődnek, és a legmagasabb gyémánt vagy prémium csomag 1,5 millió forint fölé is mehet, ami a következőket tartalmazhatja a választott orvoson túl: 3 éjszakát családi szobás elhelyezéssel, személyzettel, à la carte étkezéssel, dietetikai tanácsadással, illetve gyógytornát, babamama fotózást, vagy akár köldögzsinór vérlevételt és tárolást, és 40 kilométeren belül az oda-vissza taxit, mondjuk az oda-vissza taxin teljesen ki vagyok akadva, tehát hogy van pofájuk az oda-vissza taxit berakni a csomagba, az aztán már tényleg, hogy így hívnak egy taxit, és ezt így elszámolják, mint egy szolgáltatást. Nem, egyébként ebben meg kell védenem a magánegészségügyi szolgáltatókat, majd szóval kerül többször is, hogy miért vagyok ezen az állásponton, de hogy nagyon sok taxis nem viszel terhes vajudonőt. Ja, és ezért vannak ilyen speckó olyan taxisok, akik ezt vállalják, de ezt nagyon nehéz leütni, hogy olyat kapj. Erről még sose hallottam, hogy a taxisok nem visznek terhes nőt. Nem terhes, hanem vajudó. Tehát olyan, akit be kell vinni a kórházba, és mondjuk már elfolyt, vagy folyik a magzatvizet. Tehát, hogy nem minden taxis visz el. Ja, igen, én erről hallottam ezt a rémtörténetet. Ja, ja, ja.
és nagyon nehéz. Akkor abszolút mindent visszavonok, tehát a gunyoroskodó fölényeskedés az ebben az esetben jobb, ha benne teljesen, van az árban, teljesen indokolatlan volt. Hát meg feltételezem, az ilyen prémium csomagokba azért belepakolnak mindenfélét, a babafotózás, ami azért nem egy feltétlenül elengedhetetlen dolog a szülés, ez de olyan jól mutat, hogy ott van. Az az összeg, amit te elmondtál, az nem tartalmazza a várandóság alatti vizsgálatokat. Tehát, hogyha valaki a teljes várandóságát és a szülését szeretné eltölteni a magánegészségügybe, akkor annak még egy olyan, hát nagyjából 400 ezer forinttól kezdődő összeg. Igen, 330 ezer. Én most nagyon jól tájékozott vagyok a tarifákat illetően. Ja, és te magán párti vagy. Hát nem én, hanem a feleségem, de hát egyébként, ha úgy veszük, akkor én is. Szóval az van, hogy azt gondolom, hogy ez részben nem egy ilyen racionális, hanem inkább emocionális döntés a nőknél, hogy inkább magánba szeretnének szülni, és hogyha egyszerűen olyan társadalmi meg gazdasági helyzetben vagy, hogy megteheted, akkor ezt így meg fogod tenni, de azért nekem is vannak a verzióim a magánegészségügyel kapcsolatban. Az magánegészségügyel kapcsolatban. Igen, hát hogy például, hogy így az, hogy ne, ugye azt mondják, hogy a magánegészségügyben való szülés, az így a legopcionálisabb szülési helyzetekre van felkészítve, és akkor ilyen nagyon nagy komfortfokozat van, tehát tényleg ilyenek, hogy akkor 3 napot ott lehetsz egy külön szobába, hogy jó minőségű ételeket hoznak, amit kaphat az apuka is, tehát nem csak az anyuka, hanem tényleg, tehát hogy nagyon jó szolgáltat, meg szép környezet van, csak ugye sokszor felvetődik az, hogyha valamilyen komplikáció lép fel egy ilyen szülésnél, akkor például sokszor a magánból átküldenek az állami egészségügybe, ami meg úgy azért durva, hogy az embertől mondjuk levesznek 1 millió-1 millió-200 ezer forintokat, és aztán van valami olyan helyzet, amit ott valamilyen nem tudnak megoldani egy ilyen magánegészségügyi szolgáltatónál, és átküldenek az államiba. És ugye a szállítás az egy plusz kockázat. Igen. Ilyenkor minden esetben. Mi is állunk a párommal olyan döntés előtt, hogy állami vagy magánegészségügy, és egyébként az államit választottuk. Nyilván sóhersség azért elsősorban ez a döntés, meg nekünk az előző szülésnél alapvetően jó tapasztalataink voltak. Tehát mondjuk COVID alatt szült a párom, és azért azt el kell például mondani, hogy az ilyen szörnyű volt, hogy mesélte, hogy a COVID miatt ugye bizonyos kórtermeket leválasztottak a COVID-osoknak, és mindenki mást összetereltek, ilyen nagy kórteremben voltak 8-an, és mondta, hogy olyan kismamák voltak egymás mellett, hogy az egyikük, azt hiszem, hogy 28. hétre meg kellett császározni szerencsétlent, és hát a gyermeke élet és halál között lebegett, miközben a mellette levő ágyon meg ott volt az a kismama, aki 9 hónapra megszülte a gyönyörű kislányát, és a szerencsétlen nő az ott nézte a másik ágyon a totális boldogságot, tehát hogy ott is volt ilyen típusú probléma, bár ezt szerintem inkább a járványhelyzet okozta, ami ijesztő egyébként, és nyilván ezek a történetek azok, amik nagy erőkkel nyomják a nőket a magánegészségügy felé, hogy pont ugyanabban a kórházban a barátnőmnek az egyik barátnője, barátnők sorozatban szült egy olyan 2 héttel ezelőtt, és ez egy, mondom, nekünk jó tapasztalataink voltak, így jó hírű budapesti kórház, és elvitték, megszületett a kisgyerek, és elviszik a nővérek, és kérdezi, hogy hova viszik. Mondják, hogy vizsgálatra. És mondják, hogy milyen vizsgálatra, kérdezi a kismama. És erre mondják neki, hogy googlizon rá. Ami tudod, 2 héttel ezelőtt fordult elő, és így nem hiszem, hogy kamu lenne a sztori, mint ahogy az se, hogy így nem indult meg a teje ugyanennek a kismamának, és nagyon sírt a gyerek, ugye nagyon éhes volt, és ott elkezdtem mondani, hogy adjanak valami tápszert neki, mert neki még nincsen teje, és mondták neki, hogy holnap úgyis hazamegy, kibírja. És egyébként nálunk is így volt, hogy 2 napig nem kapott a gyerek tejet, tehát hogy elvileg ez belefér normális protokoll, csak ahogy mondják, meg ahogy kezelik. Igen, az embert. Igen, szerintem sokszor valójában, tehát hogy
nem kell, hogy legyen ilyenfajta empirikus tapasztalatod, csak másoktól hallod, vagy úgy elképzeled, hogy milyen az állami egészségügyben a helyzet, és emiatt egy csomó ember már választja ezt az opciót. Egyébként a belépő szint az olyan 700 ezer forint környéke, ami az sem túl olcsó, és én megértem mindenkit, meg én aztán tényleg elég sokszor téptem a számat amiatt, hogy az egészségügynek tehát, hogy az, hogy állami egészségügy, annak nem kellene valami olyan jelentéstartalmat mögé csoportosítani, hogy azok milyen katasztrofális állapotban levő intézmények, és hogy ott az emberrel, mint a kutyával úgy beszélnek, hogyha nem adsz pénzt a nővérkének, meg a dokinak, meg az egyebek, tehát, hogy nem volt jó ez a fajta rendszer, és egyébként ebben amikor így empirikus tapasztalásaim voltak, akkor én mindig egy csomószor pozitívan csalódtam az állami egészségügyben. Hogy így hallasz, meg olvasol ilyen rémtörténeteket, és akkor ott vagy, akkor meg tök normális emberek vesznek körbe, meg nem olyan rosszak voltak az állapotok, de hogy ezek tényleg ilyen emocionális döntések a legtöbb esetben, csak hát nyilván egy szűk réteg számára elérhető. Igen, de ennek a pozitív csalódásnak az oka az, hogy egyszerűen a legrosszabbat vizionálod. Mert hogy azokat olvasod el, és amúgy, tehát valljuk be, egy szülés azért nem olyan, mint egy fogtömés szerintem, ha bár még nem szültem, de körülbelül úgy tudom elképzelni, hogy egy egészséges, felnőtt, normális körülmények között élő nő nagyjából ebben a helyzetben a legkiszolgáltatottabb az életébe, és az, hogy ha valaki tényleg megteheti, és lehet, hogy ahogy te is elmondtad, hogy lehet, hogy technológiailag nem tud többet egy magánszülészet, mert amúgy viszont az vitathatatlan, hogy vannak olyan részei a magánegészségügynek, ahol egyszerűen olyan módszereket használnak, amit az állami egészségügyben nem is részben. Meg ez, hogy ezek a visszajelzés, tehát, hogy tényleg olyan, hogy szolgáltatás, hogy megkérdezik, hogy te mit szeretnél. Mert hogy tényleg az a tapasztalata nagyon sokszor, és azért mondom, hogy én nem akarom fikázni az állami egészségügyet, mert mondom, hogy egy csomó pozitív tapasztalatom volt olyan helyzetekben, amikor én is ilyen, nem tudom, olvastam valami rosszat róla, és akkor kellett mennem az egészségügybe, és amúgy meg tök gördülékeny volt, meg jó fejek, meg normálisak voltak velem, tehát inkább pozitív tapasztalataim voltak, mint negatívak, de én azért megértem, hogy vannak ilyen szituációk, hogy az állami egészségügybe a leterheltség meg minden miatt, vagy amiatt, mert egyszerűen valaki ott bunkó, mond egy ilyet, hogy kérdezel, vagy érdeklődsz így az állapotod tekintetében, vagy hogy a gyerekedem milyen vizsgálatot végeznek el, és akkor fokhíról valamit válaszolnak. Ez a magánegészségügyi szolgáltatóknál nem így van, nem tehetik meg, hiszen az egy fizető szolgáltatás, és hogyha ott embernek rossz tapasztalatai vannak, akkor nem fogod oda minden pénzedet. Egyébként bennem azért van ezzel szemben szkepszis, mert arrogáns bunkó orvost én már láttam magánegészségügyben is, tehát, hogy és egyébként az is van, hogy az Isten komplexusos dokikat azért így szeretik az emberek, tehát jobban bíznak bennük, mint egy átlagos önmagával vitatkozó értelmiségiben, tehát, hogy meg fáradtság, dű, akármi, tehát, hogy minden előfordulhat a magánegészségügybe, ami egyébként az államiban, tehát én nem gondolom, hogy a magánegészségügy feltétlenül megváltás lenne. Olyan tekintetben meg egyébként a lehető legrosszabb véleményem van erről, hogy mint a társadalmunkat formáló egyik erő az, hogy a társadalmi szolidaritásnak a minőségét és mienségét alapvetően meghatározó dolog, hogy az egészségügyi szolgáltatásokhoz ki hogyan jut hozzá. Olyan tekintetben a magánegészségügynek a megjelenése egy végtelenül tragikus fordulat, ami jön, meg történik velünk, mert azért azt tudni kell, hogy alapvetően a szocializmusnak millió problémájával együtt azért az szerintem egy nagy vívmánya volt, hogy azt mondta, hogy van három szolidaritási pár, egészséges, beteg, idős, fiatal, gazdag, szegény, és ez a három szolidaritási pár azt jelenti, hogy
akármelyik csoportba is tartozol, ugyanolyan esélyeid lesznek a gyógyulásra, vagy majdnem ugyanolyan, most nyilván persze egy gazdagnak, egy fiatalnak mindig több esélye van, mint egy idősnek és szegénynek, a gyógyulás, hogyha bekerülsz a rendszerbe, és amikor erről az állam meg a társadalom lemond, és azt mondja, hogy ez egy tarthatatlan dolog, hogy ez egy naivitás, egy illúzió, és hát kemény darvinizmus kell ilyen értelemben az életbe, azt hiszem, hogy az egy társadalom élhetőségének, minőségének azért egy nagyon nagy fokú romlása. Hol van ebbe a társadalmi állásfoglalás? Az, hogy aki megteheti, az elmegy a magánegészségügybe. Én ne haragudj, nem tudom őket hibáztatni, mert vannak olyan ellátások, amit szinte így annyira le van terhelve, és tudom, hogy ez szándékosan van így alakítva. Például nagyon egyszerű példa a nőgyógyászat. Én nem ismerek a környezetemben olyan embert, aki állami nőgyógyászati vizsgálaton vett részt, mondjuk így életébe, azért, vagy velem egykorú, mert egyszerűen nem jut el. És az, hogy ezeket a, tehát hogy így társadalmilag nem értem, hogy hol van itt a felelősség, az, hogy mondjuk valaki elmegy egy magán fogászatra, nőgyógyászathoz, szülészetbe, teljesen mindegy, az hol vállal ebbe felelősséget? Tehát, hogy neki attól nem kéne? A társadalom felelőssége ott van, hogy amikor elmegyünk 4 évente mondjuk szavazni, vagy amikor politikáról, közéletről diskurálunk, akkor nem követeljük ki azt, hogy például mindenki ugyanolyan jó minőségű nőgyógyászhoz jusson, ne csak az, aki meg tudja fizetni, hanem mondjuk a cigány soron élő szerencsétlen. De ezért is mondjuk azt, hogy valójában a magánegészségügy nem alternatíva, mert ez ennek az elérhetősége, ez mondjuk a fővárosban és a nagyobb megyei jogú városokban még talán egy opció, de azért a legtöbb helyen, vidéken hiába tartozol a magasabb gazdasági decilisbe tartozó csoportok közé, tök mindegy, hogy mennyi pénzed van, mert egyébként ott nincs is alternatíva, tehát ott csak az államiba tudsz eljutni. A felelősségünk abban van, hogy egyébként tényleg az lenne a jó, hogyha az állami egészségügy az önmagában nem úgy tekintenénk rá, mint hogy az valami szörnyű, rossz dolog, mert az az állami, és akkor van a magán, ami meg ilyen csili-vili, meg szuper, tehát hogy nem így kellene működni a rendszernek, és igenis ki kellene sokkal több mindent szorítanunk ebből a rendszerből, hogy jobban működjön, és egyébként az elmúlt időszakban történtek is pozitív előrelépések. Tehát például az, hogy ennek az orvosbáró rendszert valamennyire igyekezte ez a kormányzat felszámolni. Nyilván ebben a Magyar Orvosi Kamarának hathatós szerepe volt, hogy ezeket keresztül vitték a politikai döntéshozatalon, de nekem vannak fiatal orvos ismerőseim, akik kifejezetten ennek az elkötelezettjei voltak, viszont az idősebb orvos kollégák közül azért elég sokan voltak, akik érdekeltek voltak ennek a rendszernek a fenntartásában, és ez például egy pozitívum volt, hogy ezt a hálapénz dolgot kivezették. Jó, de ezzel kivezették például. Én nem azt mondom, hogy ez egy butaság volt, és teljesen értelmetlen intézkedés, viszont ezzel kivezették például pont a szülészetekbe az orvosválasztás jogát, ami rengeteg nőt tolt a magán szülészet felé. Csak azt mondom, hogy ennek vidéken nincs is alternatív. Én nem látom azt, hogy az orvosbárok rendszerét megtörte volna a Fidesz, sőt, én azt se látom, hogy a 12 év alatt bármi érdemi dolgot is csinált volna az egészségügyel, ha csak azt nem tekintjük érdemi dolognak, hogy folyamatosan teremti meg a lehetőségét ugye ennek a párhuzamos magánegészségügyi rendszer kialakításának, és ezzel egyébként egy ilyen dél-amerikanizálódás megy végig a magyar társadalmon. Azt kell látni, hogy egyébként már a 90-es évek óta, tehát hogy miért van az, hogy például a nőgyógyászok, a fogorvosok, a patikák, ugye azok már privatizáltak és magárendszerben működnek, vagy például a diagnosztikáknak egy nagyon jelentős része, hogy azért az történt, hogy valójában a politikai elit mindig is összekacsintva a különböző céges szereplőkkel, meg egészségügyi befektetőkkel a leginkább profitábilis dolgokat kiszervezte a magánba. Tehát, hogy most is mit látunk, hogy a magánszülészetek azok vállalják a szülést, levezetik, csekély 1,5 millió-2 millió forintért, de amint baj van, már nincsen meg az az eszközrendszer, amivel ők azt tudják kezelni, akkor menni kell vissza az állami dologba, mert ő egy
cég. Ő azt mondja, hogy megveszem azt, amit biztosan használni kell, amit meg hát nem biztos, hogy használni kell, azt nem fogom megvenni, meg azt a szaktudást nem fogom kifizetni, mert majd, mert én továbbra is valójában az állami egészségügyön élősködöm. Tehát, hogy az van, hogy ugyanez a diagnosztika. A diagnosztika az egy viszonylag egyszerűbb dolog, kell venni egy gépet, a gép megcsinálja a különböző vizsgálatokat, és annak az eredményét tudja használni az orvos. Ezt nagyon gyorsan kiszervezték, mert pillanatok alatt kiszámolták, hogy ezen középtávon már hatalmas profitokat lehet hozni. És például ezek a profitok hiányoznak az állami egészségügyből, tehát hogy a magánegészségügynek a növekedése, a magánegészségügynek a térnyerése valójában forrásokat von el az állami egészségügytől és az állami működéstől. És azt fogjuk látni, hogy egy folyamatosan leépülő és egy folyamatosan egyre-egyre rosszabb rendszer lesz az, ami a de miért én a fizetésemből adok pénzt, az én munkáltatóim befizettik utánam a különböző járulékokat, és abban benne van az egészségügyi pénzügy, vagy az egészségpénztári hozzájárulásom is úgy, hogy egyébként én az állami egészségügyet nem is veszem használatba, úgymond. Tehát én nem használom azokat a szolgáltatásokat, mert elmegyek még külön magámba, akkor hol hiányzik belőle a pénzt? Nem értem. Tehát hogy miért baj az, hogy van magánegészségügyi szolgáltatás? Ott hiányzik, hogy például mondjuk elmész egy nőgyógyászhoz, ami egy kifejezetten profitábilis dolog, hogyha azt a kórház csinálná, akkor azt a profitot bele lehetne forgatni különböző olyan eljárásokban, ami nincsen akkora profit, mondjuk például nem tudom én, miket csinálnak az öreg emberekkel, meg az öreg asszonyokkal. De az állami, egyébként ebben szerintem ezt ki lehet nyitni, hogy az nem jó, hogy az állami egészségügy úgy működik, hogy egyébként minden szolgáltatást kvázi ingyen veszünk igénybe, mert hogy azt mondjuk, hogy hát mi befizettük a nem tudom milyen egészségügyi hozzájárulásokat, és akkor mi TB támogatottak vagyunk, és akkor mindent lehet csinálni. Tehát én azt, az egy köztes jó megoldás ennél, hogy azt mondanák, hogy egyébként van egy általánydíj, amennyit mi fizetünk, és egyébként azon felül, ha bizonyos szolgáltatásokat igénybe vesz, akkor nyilván kevesebb ér, mint a magány egészségügyben, de valamennyit még fizessünk érte. Csak emlékezzünk már rá, hogy itt arról a társadalomról beszélünk, akit annak idején lehetett hergelni a 300 forintos vizitdíjjal is, és bele lehetett rángatni itt mindenfajta társadalmi fölkelésbe, miközben én azért ritkán szoktam megvédeni a gyurcsánybajnai kormányok dolgait, de például az nem egy ördögtől való dolog, hogy alapvetően azért valamennyi pénzt bizonyos szolgáltatásokért még elkérjenek az állami egészségügyben is. Vegyél egy ijesztő alakot, például a bohócot. Állítsd, hogy valami titkos világ összeesküvés része. Ígéri bizonyítékokat. Mondd azt, hogy te vagy az igazság egyedüli birtokosa. A titkok tudója. Ez a siker receptje. De mi nem ezen az úton járunk. A Bohóc Karmai Közt egy szokásos, hagyományos, közéleti véleményműsor. Garantáljuk a korrektséget, a kiegyensúlyozottságot és az unalmat. Összefogja közzétenni a gazdasági versenyhivatal az új influencer marketing tájékoztatóját, amely a korábbiaknál részletesebb iránymutatást fog adni a jogszerű működéshez, mivel a GVH tapasztalatai alapján úgy érezték, hogy részben nincsenek tisztában a szabályokkal. Ez sok esetben azt jelentette, hogy az influencerek elmulasztják feltüntetni a tartalmaikon a szponzorációkat, illetve együttműködéseket. Ez nem csak a GVH-nak tűnt fel, hanem Fókuszcsoport Ádámnak is, aki több videójában is hangot ad annak, hogy számos esetben hiányolja a szponzorációt vagy reklámfeltüntetését. Hosszú távú együttműködésnél nem nagyon jelölték meg azt, hogy ők szponzorok, hanem mondjuk egy nagykövet, vagy nem tudom, de ez is szponzoráció, de mégsem volt egy csomószor megjelölve. Nem tudtam, hogy mikor szponzoráció az, hogy nem tudom, egy szép helyen vannak, és akkor be van ugye fölülre rakva, hogy hol vannak. Most nincs odaírva, hogy szponzorál, de az, hogy mondjuk ingyen ott lehetnek, az már szponzoráció. Betegelheti bárki, hogy hol nyaral éppen, melyik wellness szállóban. Erről is nehéz volt eldönteni, hogy mikor szponzoráció, mikor nem, mert elméletek ugye influencereknek kötelező megjelenni, hogyha valami reklám, mert különben megbírságolnak őket. Van, aki feltűnőbb helyen jelöli,
Például a FileLC-ben ott van, hogy nem tudom, a neve alatt a posztnál rögtön, hogy fizetett együttműködés a pont-pont-ponttal, az a legegyértelműbb. Néha csak így a hashtagben van ott, néha meg szerintem nem rakják ki, és remélik, hogy valahogy kijátsszák ezt a rendszert. Na hát nekem úgy tűnik, hogy nem mindenkinek volt teljesen megfejthetetlen a 2007-es tájékoztatóba foglalt iránymutatás. Hát ez teljesen egyértelmű, hogy ezt tudatosan nem tartották ehhez magukat, és igyekeztek addig, ameddig ennek nem voltak tulajdonképpen érdemi hatásai, vagy nem szankcionálták ezeket a dolgokat addig kijátszani. Én ez az egész jelenséget egy nagyon érdekes dolognak tartom, tehát hogy... Nyilván én ezt leginkább ilyen számítástechnikai vagy elektronikai eszközöknél tudtam elképzelni azt, hogy tegyük fel, hogy valaki, aki mondjuk nem tudom, professzionális e-sportoló, vagy nem tudom én, egy autóversenyző azt mondja, hogy ő attól a legjobb Forma 1-es pilóta, hogyan nem tudom én milyen kesztyűt használja a vezetéshez, azokat így tökre meg tudom érteni, de hogy például milyen ilyen társadalmi jelenség állhat a mögött, hogy mondjuk egy semmilyen teljesítményen nem rendelkező ismert ember kirakja, hogy ő éppen hol nyaral, melyik nem tudom én településnek a termálfürdőjében, akkor mondjuk ott özönlenének az emberek. Tehát én nem teljesen értem hirdetői oldalról, hogy gondolják azt, hogy egyébként ezekkel lehet bármilyen reális bevételeket realizálni. Hát ezt nem nagyon értem az értetlenkedésedet. Ezeket az embereket rengetegen követik, rengetegen felnéznek rájuk, és bármilyen módon is hatással vannak arra, hogy a követőik mondjuk mit gondolnak bizonyos dolgokról, és különösen igaz ez akkor, hogyha nem kifejezetten van velük közölve az, hogy itt egy reklámtevékenységről van szó. Mert ugye azzal mit mondasz, hogy én ezért pénzt kapok, hogy azt mondom neked, hogy ez a sampon nagyon jó. De amikor úgy próbálom neked eladni, hogy én dicsérem a terméket, dicsérem a helyet, teljesen mindegy, hogy mit, és amikor elmulasztom azt a jelzést oda tenni, hogy én amúgy nekem ebből hasznom származik, és nem jó szándékból mondom azt, hogy ez egy jó termék, vagy egy jó hely, ez egy nagy különbség, és én simán látom azt, hogy ezeket az influencereket, akik követik, hisznek nekik. Jó, akkor újra fogalmazom, szóval lehet, hogy az van mögött, hogy a legtöbb influencer ugye a szó is azt jelenti, hogy hatással lenni, hogy rám nincsenek hatással. Tehát, hogy alapvetően egy olyan, aki nem professzionálisan valamihez kötető, tehát mondjuk, hogy tegyük fel egy sportoló hirdet egy cipőt, és azt mondja, és most tök mindegy, hogy ott fel van-e tüntetve az, aminek ugye fel kell tüntetve lenni, hogy hashtag reklám, hashtag fizetett hirdetés, vagy bármi ilyesmi, vagy nincs, és azt mondja, hogy ő azért tud ilyen magasat ugrani, azért tud ilyen nagyot rúgni a labdába, azért tud ilyen nagyot dobni a kosárlabdával, mert ezt a cipőt hordja, akkor mondjuk lehet, hogyha és én sportoló lennék, és követném itt, és felnéznék rá, akkor megvásárolnám a termékét, de hogy például, nem tudom, Kisgizi 25 Instagram modell nekem feldobja a newsfeed, és azt mondja, hogy vegyek ilyen vagy olyan kozmetikum terméket, vagy igyak a nem tudom én milyen amerikai gyorsétteremláncnak a kávézójában egy nem tudom én macsaláttét, akkor én biztos, hogy csak ezért nem mennék el. De egyébként ezek is hatnak, mert a tudattalanodra hatnak. Tehát, hogy ez az információ egyébként dolgozik benned. És hogy egyáltalán tudom, hogy van tudod, hogy spicy van, és, latte. Igen, és amikor egy olyan helyzetben vagy, hogy ott állsz két gyors étterem között, és van egy, ami ismerősen cseng, amiről mintha már hallottál volna, mintha lenne valami pozitív információ róla a fejedbe, a tudattalanodba, akkor oda mész be. Tehát, hogy a fogyasztói döntéseket egyébként befolyásolják. Én nekem a szkepszisem igazából azzal van az egésszel kapcsolatban, hogy azt bárki is komolyan gondolja, hogy pusztán egy hashtag reklám felirat, vagy egy reklám felirat, vagy hogy fizetett partneri együttműködés, az bármiben is, bármennyiben is csökkenti ezeknek az értékét, vagy az értelmét. Tehát én értem, hogy az influencerek egyébként próbálnak ettől menekülni, mert
igazából nem, azt se értem. Tehát azt se értem, hogy az influencerek miért próbálnak ettől menekülni, mert ha én influencer lennék, én kifejezetten büszke lennék arra, hogy én egy olyan influencer vagyok, akit komoly cégek komolyan vesznek, és pénzt fizetnek azért, hogy okay, a... Oké, csak hát kikezdhetik a hitelességedet, hogy azt mondják, hogy tulajdonképpen de itt nem a véleményedet mondod el, hogy ez vagy az a termékkel pozitív volt a tapasztalatod, hanem azért mondod ezt, mert megfizetnek. Ugyanazt fogom mondani, mint a George Clooney mondja, hogy ő azért választotta, hogy a Nespresso-t fogja népszerűsíteni, mert meg van győződve ennek a terméknek a kiválóságáról. Tehát, hogy ez is megtörtént már egy millió esetben is, senkinek soha a hitelességét nem kérdőjelezte meg. Tehát, hogyha ez a dolog megkérdőjelezi valakinek a szemében valakinek a hitelességét, ő valójában olyan szinten ellenálló az influencer meg a reklámkultúrával szemben, hogy neki ilyen módon nem tudsz úgy se eladni semmit, nyilván a tudattalanját tudod manipulálni, de vele nem tudsz egy szoros viszonyt kialakítani, de ez a társadalomnak a 0,5%-a, tehát hogy... Nem értek egyet veled, azért, mert volt ilyen eset amúgy, amikor az Origónak a reklámozásában nagyon sok influencer beleállt egy ilyen kampány, és abból amúgy volt botrány, hogy az influencer, ott derült ki egy csomó ember számára, hogy nem tudják azt, hogy mit reklámoznak, és mondjuk milyen ezeket az influencereket minősítette, hogy elmentek az Origót reklámozni. Abszolút az influencereket, de amúgy valamennyire, tehát én nem gondoltam volna, hogy ebből egy ilyen felháborodás hullám tud kerekedni, és kerekedett, és ez szerintem egy pozitív dolog, de visszatérve arra, amit mondtál, te úgy gondolkozol az influencerről, hogy ő csinál tartalmat, meg reklámot is. De manapság már rengeteg influencernek szinte a reklám a tartalma, és ez, hogyha ez kiderül azzal, hogy minden egyes Insta poszt vagy TikTok videón ott van az, hogy reklám és fizetett szponzoráció, stb. Itt kezdődik az ő problémájuk. Ezért én úgy gondolom, hogy ezért próbálják meg ezt elsikálni. Mert hogy ők valójában nem olyan tartalomgyártók, és ezért például hoztam az elején az ilyen elektronikai eszközökkel, mert hogy én például az tök evidencia, hogyha valami nekem tetszik, egy tévé, egy mobiltelefon, egy bármilyen fajta ilyen eszköz, akkor én nagyon sokszor a YouTube-on keresek rá, és persze megvannak a favoritjaim is, akiknek azok az influencerek, akinek én adok a véleményükre, de hogy ott kifejezetten én tesztekre vagyok kíváncsi, tehát az tök más helyzet, amikor van valaki, aki ért valamihez, és még akár a forgalmazó vagy gyártó cég rendelkezésére is bocsátja a terméket, de odáig tart az ő együttműködésük, hogy mondjuk XY youtuber, mondjuk Magyarósi Csaba, aki annak idején az Apple blogot is üzemeltette, mondjuk megkapja az Apple Magyarországtól a legújabb nem tudom én termékeket kipróbálásra, de nem mondja azt a cég neki, hogy neki mit kell mondani arról arról a dologról, és akkor én kíváncsi vagyok az ő véleményére, és az ő véleménye alapján fogok venni mondjuk ilyen vagy olyan számítógépet, vagy mobiltelefon. És megint tök más az, amikor van egy influencer, akinek tényleg semmi köze az adott területhez, és egyik nap mobiltelefont reklámoz, másik nap cipőt, a harmadik nap kozmetikumot, a negyedik nap meg valami gasztronómiai helyre próbál becsábítani. Az első jelenség, amit leírtál, azzal szerintem senkinek semmi problémája nincs, és az nem is, tehát én azt nem úgy tudom értelmezni, mint reklám. Igen, hogyha... csak eddig nem volt szétválasztható, tehát ha nem tüntetted fel, akkor nagyjából úgy tűnt, mintha kvázi azok is tesztek lettek volna, vagy a véleményüket mondták volna el, miközben valójában még amit az influencer a posztjában mond, azt is a megrendelő cég diktálja le neki, hogy akkor írd ezt. Igen, de itt azért ez egy picit a fogyasztónak a felelőssége is, aki nézi és fogyasztja azt Persze. a tartalmat. Az, hogy feltűnik nekem, hogy az adott termékről valódi véleményt próbál meg megfogalmazni, vagy mondjuk kirak tényleg egy Insta sztorit az, hogy vegyétek ezt a sampont. Tehát a kettő között óriási különbség van szerintem. De ugye nem, tehát van egy másik oldala is ennek a problémának, nem csak az, hogy nem tüntetik fel a fizetett promóciót, illetve a reklámot, hanem, és ez egy sokkal, lehet, hogy nagyobb probléma is, de sokkal megfoghatatlanabb, az, hogy milyen korosztálynak milyen reklámokat tesznek be, milyen reklámokat mutatnak. Nagyon sok ilyen szerencsejáték reklám van, ami ugye ilyen játékformában van tüntetve, feltüntetve, de gyakorlatilag az egésznek az értelme, hogy már gyerekkorban függőséget okoz a fiataloknál.
illetve még olyan reklám, nyereményjáték is volt, ahol plasztikai beavatkozásokat lehetett nyerni, vagy azokat promotálták. Ezekkel szerintem baromi nagy baj van, és tök jó lenne, hogyha a GVH kezdene ezzel valamit. Én amúgy nagyon átverve érzem magam, mert ezek a cikkek, amik írtak erről a mostani jelenségről, úgy hangoztak, hogy az influencerek a GVH célkeresztjébe, itt a vége levadásza a GVH az influencereket, és így nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy egy számomra egy ilyen meglepő fordulat, amikor egy állami szerv nem azt mondja, hogy ő be akar valamit tartatni, hanem azt mondja, hogy jaj, hát ezek a szegény influencerek nem értik a szabályozást, akkor elmagyarázzuk nekik jobban. És akikben az a kétség merült fel, hogy egyáltalán mi értelme az influencereknek, íme egy példa arra, hogyan lökik előre a társadalmi változás szekerét. Egy amerikai TikToker hölgy nagyon népszerű videóban számolt be arról, hogy miután igent mondott a párja házassági ajánlatára, egyből közjegyzőhöz mentek, és aláíratott a jövendőbeliével egy megcsalási szerződést, aminek értelmében a férfinak súlyos összegeket kell fizetnie, ha megcsalja őt. Hát vannak emberek, akik tényleg semmit nem bíznak a véletlenre. Ami nekem mindjárt elmondom a véleményemet magáról a szerződésről is, de ami nekem egy picit ilyen szimpatikus volt a hölgybe, hogy azért élt egy olyan önkritikával, hogy a félperces videóba kétszer mondta el, hogy ő lehet, hogy őrült, és ebbe valószínűleg van valami. Én nem tudom, milyen démonjai lehetnek, aki egy eljegyzés során ilyennel áll elő, és még a házasságot sem várja meg, hogy esetleg ott ugye ez nálunk nem annyira divat, de sok helyen a házassági szerződés az már egy ilyen abszolút elfogadott dolog. Nekem az a tapasztalatom, hogy aki ennyit parázik a megcsaláson, az vagy maga is megcsalta az összes partnerét, és magából kiindulva nem tud hinni a másiknak, vagy olyan keményen bánt el vele valamelyik előző partnere, hogy papír ide, szerződés oda, valójában nem alkalmas semmilyen párkapcsolatra, amíg azt a bántást, azt a traumát fel nem dolgozza. Tehát mindenképpen azért én a személyiség súlyos éretlenségének tekintem ezt a szerződést, nem őrültségnek, mert az őrültséghez ennél több kell, de mindenképpen egy olyan infantilis viszony az élettel, a párkapcsolattal, a nyilvánossággal, ami hát pszichológusért és nem házasságért kiállt. Én egyébként kerestem benne valamennyire a racionalitást, és az egy ilyen, nekem is egy ilyen szimpatikus volt a megszólalása, vagy azt mondta, hogy tulajdonképpen ő is tisztában van vele, hogy ez nem tartja távol az ő partnerét a megcsalástól, tehát aki meg akar csalni, az mindenfajta kontraktus nélkül is ezt megteszi, csak azt mondja, hogy hát akkor már profitáljon belőle gazdaságilag is, tehát ennyi rafkó van benne. Az más kérdés, hogy ugye általában nem, persze alapvetően probléma az, hogy vannak megcsalások, de hogy ugye nem mindegy, hogy az kiderül, vagy nem derül ki, tehát itt most arról van szó, hogy ha kiderül valamilyen megcsalás, akkor nem csak annyi van benne, úgymond, hogy elhagyja-e a párját, vagy nem hagyja el, hanem hogy kvázi még akkor valami pénzbüntetést is bevasallat rajta. Ezzel a szerződéssel szerintem azt is rögzítette, hogy ha megcsalja a párja, akkor itt szó nincsen megbeszélésről, vagy bármilyen második esély, vagy nevezzük ezt bárhogy, hanem akkor abból egyenesen következik, hogy akkor ennek vége. Ki vagy rúgva, és még fizethetsz is. Szóval ilyen szempontból nekem ez így aranyos történet, de nyilván helyi értékén kezelem. Igen, de nem túl következetes, mert csak a megcsalás esetére írtak szerződést, arra az esetre nem, hogyha esetleg felbontja az eljegyzést a férfi. Hát meg hogyha sárkányként viselkedik, meg hogyha megtagadja mondjuk a szeretetet, vagy a szexet a partnerétől, akkor mi van? Tehát hogy az a baj, hogy ezt a megcsalás, ez egy ilyen különösen önmagával kezelve, az egy ilyen teljesen túl misztifikált dolog. Nyilván valami elfárad egy párkapcsolatba, hogyha valamelyik fél máshol keresi a vigaszt, és az, hogy mi fáradt el, mi romlott el, mi az, ami nem működik, arra nem az a válasz, hogy a megcsalás, hanem valami lényegesen előtte, ami történt.
Hát igen, a problémának a kibontása, de mondom, itt ennél az esetnél ez fel sem merül. Tehát ahogyan említetted az előbb, András, feltehetően ennek a nőnek olyan korábbi tapasztalatai vannak, és amennyire tudom, hogy volt párja. Hát meg az az élménye önmagáról, hogy ő egy olyan élményt, egy olyan szolgáltatást, egy olyan csodát nyújt a partnerének, aminél jobb igazából nincsen, és hogyha elkódorok, félre megy, akkor nyilván valami nagyon el van rontva ebbe az emberben, nyilván valami nagyon sötét gonoszság, önzés, bántani akarás dolgozik benne, és ezért mindenképpen lakoljon meg. Tehát, hogy a probléma tényleg az, hogy ennek a nőnek nincsen semmifajta önreflekciója. Egyébként ez a megcsalás dolog is szerintem alapvetően, tehát most már csak a megcsalásról beszélünk, is túl van misztifikálva, mert például én elfogadom, hogy azoknál a vallásos embereknél, akik komolyan veszik a monogámiát, hogy ott van jelentősége és értéke ennek a megcsalás meg hűség dolognak, de az, amikor Peti találkozik Annával, és Peti mondjuk a két házassága 20 alkalmi kaland után, Anna meg az öt hosszú távú kapcsolata, meg a nem bevallott 8-10 alkalmi kalandja után komoly képpel hűségről beszélnek, meg monogámiáról, akkor nekem így az alapvető kérdésem, hogy nem az egész életetek arról szólt, hogy nem vagytok hűségesek, hogy nem vagytok monogámok, hogy miért gondoljátok, hogy ez működni fog? Tehát, hogy ez a nő is elmondta, hogy ő már nagyon sok kapcsolatban bántást szenvedett el. Hát, hogy mondjam, hát neki akkor sok kapcsolata volt. Tehát, hogy ő nyilván nem az a pingvin, akit a George Bush kedvelt abban a... Mi volt az a film? A monogám pingvinekről? Nincs meg. Mindegy, voltak monogám pingvinek, és mert ugye a pingvinek monogámok, és tényleg egy életre választanak társat, és George Bushnak az egyik kedvenc filmje volt. Na mindegy, ez csak egy ilyen mellékes kulturális kitérő. Tehát itt ugyanaz felvetődik, mint ami volt ebben a Tinder Swindler sztoriban, hogy ugye mindig csak arról az oldaláról beszéltünk, hogy hát mennyire szörnyű volt a srác, aki átverte ezeket a hölgyeket, lehúzta őket pénzzel, mennyire gáz dolgokat csinált, ami teljesen igaz, tehát totálisan vállalhatatlan, amit az a figura leművelt. Csak a másik oldalon azért ott van az is, hogy azért valahol ezeket a nőket is minősíti a pár választása. És persze, hogyha ilyeneket mondasz, akkor szexista vagy bunkó, de hogy ez a nő is elmondja, hogy tehát ő már ott tart az életében, hogy szerződést kell kötni, amiközben alapvetően szerintem a házasság az abban így benne, tehát ők az eljegyzésnél vannak, ha jól értem, és készülnek a házasságra, hát a házasság nem pont erről a monopóliumról szól, úgymond, tehát hogy miért van szükség itt még megágyazni ennek valami dokumentumnak. Ő vélhetően tehát azért van ilyen sok rossz tapasztalata, mert ő ilyen alakokat választott magának sorban, és azért ebben valahol a hölgynek is hibája van. Nem, a Tinder Swindlerben abban teljesen igazad van, de én tovább megyek, hogy ott nem arról van szó, hogy a csávó az gusztustalan volt, és a nőket meg minősíti a partnerválasztásuk, hanem valójában a nők ugyanolyan gusztustalanok voltak, csak mind a kettő át akarta verni a másik. Mind a kettő a másik pénzére utazott. Tehát az volt, hogy a Tinder Swindler az lehúzta ezeket a csajokat azzal a dumával, hogy milliárdos, ők meg le akarták húzni a milliárdost azzal a dumával, hogy én egy csodálatos lány vagyok, aki szeret téged. De azt nem tudjuk, hogy ők tényleg lehet, hogy csodálatos nők. Tehát, hogy ne haragudj, ez... Nem csodálatos nő, aki elhív randizni a csávó első nap Bulgáriába magárepülőgéppel is igent mond. Tehát nem, az nem csodálatos. Az egy aranyású. Én nem állítom, hogy nem volt hátsó szándéka ezeknek a nőknek, de azért azt állítani, hogy ugyanolyan alakok, mint az, aki ezt kitervelte, hogy mit fog ezekkel a nőkkel csinálni, és végigcsinálta nem tudom hány nővel, ez szerintem az... A Tinder Swindler az okosabb és egy szervezettebb figura, az biztos, de alapvetően ugyanazok a szempontok mozgatták szerintem az áldozatot, mint az elkövetőt. Nem tudod elképzelni azt, hogy az áldozatokban valóban kialakult érzelmi kötődés, mert nagyon sok esetben az ilyen átveréseknek az az egyik fő motívuma, hogy alakuljon ki egy érzelmi elkövetődés.
elköteleződés. De hát és itt akkor... nagyon gyorsan, a Tinder Swindlernél nagyon gyorsan cserélgette a partnereket. Tehát aki ilyen rapid módon szerelembe tud esni a nem tudom milyen izraeli gyémánt milliárdos örökösnek a... Tehát, hogy azért nekem ezek a sztorik sántítanak. De csak, hogy visszakapcsolva ez az eredeti történethez, amiről itt beszélünk, nekem az nem tisztázott a cikk alapján, hogy egyébként a megcsalás az csak a férfira vonatkozik, mert hogyha esetleg a hölgy csalja meg a férje urát, vagy a kérőjét, akkor neki is kell pengetnie ilyen szempontból, mert ugye mindig csak arról van szó, hogy hát megcsalók, hát azok csak a férfiak lehetnek, hát mert van. Ők azok, akik virágról virágra szállnak, de a női megcsalás fel se vetődik. És ugye itt látjuk ezeket a busztoló kommenteket a csajnak a TikTok oldalán, hogy micsoda zseniális ötlet, hogy ezt így kitalálta. Azért szerintem azok a lányok sem 100%-ig tiszták ebben a történetben, akik oda kommentelnek. Úgy tudom, hogy nem szól ez a szerződés arról, hogy mi van, hogyha a hölgy csalja meg a párját. Igazából szerintem, hogyha egy férfi aláírattathatna egy nővel bármilyen szerződést, ugye a nőkről simán el tudjuk képzelni, hogy ez legyen az első, hogy nem csalhatsz meg, különben akkor fizeted a számláimat. Szerintem a férfiaknál ez körülbelül az ilyen hetedik dolog lenne, amit mondanának, hogy ne csalj meg, és előtte lenne egy csomó. Ó, nem. Nem? Nem, a férfiak azok sokkal birtoklóbbak. Szerintem ez a férfiaknál előrébb van. Igen, az, csak nem biztos, hogy emocionális, hanem inkább ilyen ego dolog sokszor. Hát ezek keverednek ezekbe. Igen. A párkapcsolatok azok sajnos azért nehezek, mert ott az emóciók és az ego az nem nagyon szétválasztható. Egyébként te arról beszéltél, hogy aki a házasságba hisz, az vajon miért beszél külön a megcsalásról? Szerintem ilyen tekintetben egyébként nincs igazad, mert aki a házasságba hisz, az is ma már köt házassági szerződést, és ezt egy normális dolognak tartjuk. Igen, de azok gazdasági jellegű kérdésekre vannak általában. Hát ez is gazdasági jellegű. Nekem nagyon nagy bajom van a házassági szerződés intézményével is, ugyanis arra kondicionálod a kapcsolatod az elejétől, a házasságodat. Hogy véget fog érni. Igen, semmi másról nem szól, másra nem jó, csak hogyha véget fog érni, akkor legyen egy olyan ütőkártyát, hogy te gyere ki belőle jobban. Jó, de ezek azért általában inkább az Amerikai Egyesült Államokban, meg nyugaton milyen nagyon... Nem, ez Magyarországon is szerintem már jön, és szerintem egyébként akkor kell megállapodni, amikor még jóban vagytok. Tehát, hogy nyilván lehet olyan, hogy akár tarthat örökké, de ha nem, akkor állapodjatok meg akkor, amikor még jó a viszony, még szeretitek egymást, még van bennetek kompromisszumkészség. Mi majd jövő héten jövünk vissza a YouTube-on, addig is elérhetőek vagyunk.